karácsonyi hangulatot idéztünk fel itt a művelődési házban. Milyenek az apropója? Itt vagyunk a 4. csillagszóró jótékonysági esten, amit nem rejtett szándékkal, kicsit ilyen hagyományteremtő céllal kezdtünk el 4 évvel ezelőtt. Közben az egyik kezdeményezője én voltam, a másik pedig Szegezdi Gabi, aki a Közös Liget Alapítványt csinálja Sipor Zolival közösen, és ők mindig is kerestek így helyben olyan célokat, amik mellé oda tudnak állni, és valahol itt találkozott a szándékunk, mert én meg régóta kerestem olyan alkalmat, ahol össze tudjuk kötni a zenét és a jótékonyságot, és így jött létre a csillagszóró. És mi az apropója, hogy jótékonyságest? Miért is? Mire jótékonykodtok? Az idei évben kimondottan kamaszoknak szeretnénk a befolyt összegből prevenciós és kulturális programokat szervezni itt helyben, amik alternatívát adhatnak nekik az ilyen csellengő időtöltés helyett. Van valami megújulás ebben az évben? Ugye ez már 4. alkalom. Miben másabb ez, mint a többi volt? Talán a rutinosságban más, mint az előző években. Most már van itt egy bejáratott kis csapat, akik itt a dekorálásban, előkészületekben nagyon jól segítettek, még idő előtt el is készültünk mindennel. Szóval most már tényleg így ebből a szempontból egyszerűbb volt így összeszervezni mindent. A zenekar, amivel itt vagyunk, az Olive Live, már a 2. csillagszóró óta így zenéltünk itt. Korábbi években voltak vendégeink is, most idén csak az originál zenekar érkezett, és így adunk koncertet ma este. Hát a zenekarral igazából mindig is nekünk kiemelt volt az, hogy itt Pomázon szervezzünk mindenféle közösségi programot, mert itt igazából Pomáz hozott össze minket, a Pomázi Zeneiskola, és emiatt itt elég széles az ismerettségi körünk is, és azt veszük észre, hogy a pomáziak meg ki vannak éhezve kulturális programokra, szóval örülünk, hogyha mi is így ehhez adhatunk lehetőséget. Szóval mindenképp jövőre is szeretnénk itt sok mindent szervezgetni, dalokat felvenni. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a varázslatos estén. Aki esetleg nem ismerne, Nyári Darinka vagyok, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény vezetője. Gerencsér Szegezdi Gabriella, a Közös Liget Alapítvány kuratóriumának elnöke, sajnos családi okok miatt ma nem tud itt lenni velünk, ezért engem ért az a megtiszteltetés, hogy a mai estét megnyissam. Kicsit puskázok, mert nagyon izgulok, nagyon ritkán nyitok meg ilyen rendezvényt, de természetesen Gabi kérésére örömmel jöttem. Sőt, ha már így alakult, hogy ma én állok itt Gabi helyett, én szeretném megragadni az alkalmat, hogy megosszam önökkel néhány gondolatomat. És azért lettem most ilyen bátor, mert hogyha Gabi itt lenne, akkor most már látom, hogy ott így mutogatna nekem, hogy ne rólam beszélj, de muszáj megragadnom az alkalmat, mert azt gondolom, hogy intézmény vezetőként én egy nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok, hogy ilyen emberekkel dolgozhatok, mint Gabi. Gabi egy olyan személyiség, aki tulajdonképpen szinte a nap 24 órájában azon gondolkozik, hogy kinek mit segíthet, mi az, amivel jobbá teheti a világot, és lehet, hogy közhely, de azt kell, hogy mondjam, hogy Gabi pont az az ember, hogyha sok Gabink lenne, akkor valóban ez a világ is sokkal jobb lenne. Úgyhogy én nem tudom neki minden egyes alkalommal kifejezni a hálámat, de én úgy éreztem, hogy most ez az este, hogy ő nem áll hátul és morog, hogy nem mondj rólam ilyeneket. Én ezt most kihasználom és elmondom nektek, önöknek, hogy ez az este se lenne ilyen, és jöhetett volna létre, hogyha nem lenne egy Gabink. Illetve ez az este nem jöhetett volna létre, hogyha nincs egy pomázi lány, kislány, most már mondhatom az én koromban, hogy kislány, Szuka Panna, aki pár évvel ezelőtt támadott egy nagyot, és ez az este annak a bizonyítéka és egy megerősítés mindenki számára, hogyha emberek nagyot álmodnak, megtalálják hozzá a megfelelő partnereket, ezek a partnerek egymásra csatlakoznak, akkor a közösség erejével ilyen fantasztikus estek létrejöhetnek, mint a mai csillagszóró, ami idén már a 4.
Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagy tapsot érdemel, még mielőtt a lányok megkívnak a lényeket. Minden évben van egy nagyon-nagyon fontos cél. Úgyhogy ez az este is a helyi művészek, civilek, intézmények és helyi vállalkozók együttműködésével valósulhatott meg, és azt gondolom, hogy kell, hogy legyenek ilyen esték, amikor tényleg tenni akaró emberek, mi így egymásra csatlakozunk, és létrejön a csoda. De én most már nem is húzom tovább a szót, mert nem miattam vagytok, vannak itt ma este. Elsősorban, vagy először is, mielőtt elkezdődne a koncert, szeretném átadni a szót Sipor Zoltánnak, a Közös Liget Alapítvány kuratóriumi tagjának, hogy ő is mondja el a köszöntőjét, illetve a gondolatait nektek. Én pedig szeretnék jó szórakozást kívánni majd a koncerthez. Szép estét, sziasztok! Én Gabit helyettesítem. Most megpróbálom legalábbis helyettesíteni, és kérdeztem, hogy mit mondjak, mennyit mondjak, és azt mondta, hogy nyugodtan bármit mondj. Gabi most az édesapja mellett van, és igazából lelkileg itt van velünk együtt, és szeretettel köszöntöm titeket. Megpróbálom egy picit összefoglalni egyrészről, hogy mi történt egy év alatt, illetve mit tervezünk a következő évre. Ebben segítségem lesz egy kicsi PPT-s, tehát ott is tudtok még nézelődni. Tavaly a ti segítségetekkel összegyűjtöttünk 409 000 forintot, és ezt egy Asperger-szindrómás kislánynak a fejlesztésre tudtunk fordítani, a Felzárkózunk Alapítványnak a segítségével, illetve jelenleg is zajlik egy autizmusban érintett testvérpárnak a fejlesztése. Ezek mellett folyt és folyik egy szakmai egyeztetés mind a Felzárkózunk Alapítványjal, mind a Gyermekjóléti Szolgálattal és az alapítványnak a munkatársaival. Hogy mi az, amit tervezünk 2025-re, kamasz szakasz folytatása. Megpróbáljuk beemelni a munkánkba ezt a neurodivers szemléletet, amit mindjárt egy kicsit kibontok, hogy mi is, de az önismeretben, a társismeretben, a művészetterápiában, ezekben a programjainkban próbáljuk beemelni. Tulajdonképpen a neurodivers az egy eltérő idegrendszer, idegrendszeri sokféleség, változatosság, ami egy integratív szemlélet, ezt próbáljuk beépíteni a programjainkba. Tervezzük továbbá, hogy ön és társismereti programokat szeretnénk beindítani kamasz lányoknak, ez a Sisterhood címmel, amire azt gondolom, hogy nincsen egy jó magyar fordítás, de talán mondhatjuk azt, hogy női testvériség, egymás kölcsönös segítése egy közös céllal, és itt néznék Flórára, Balogh Flóra és a Gerencsérszegezdi Gabi együtt gondolkoznak, hogy ez majd hogyan is valósuljon meg, hogy lehet egy biztonságos közegben segíteni lányokat érintő kérdésekben, témákban. További nagy célunk a következő év tavaszán, márciusban, hogy egy kamasz tini könyvfesztivált szervezzünk meg. Itt a nagy támogatóink a Művház és Könyvtár, a Metrodóm és természetesen ti is. Itt megpróbáljuk majd neurodivers érintett fiatalok, tiniknek a költeményeit is megjeleníteni valamilyen formában, de itt alakítjuk még a programot, ezt mindenképpen tervezzük, ez egy nagyon nagy programunk lesz. Az elmúlt években is vittük ezt a programot, amit láttok, ugrás a nyárban, helyi iskolákban a 8. korosztálynak próbálunk egy drogprevenciós programot évek óta működtetni, hogy segítsük őket a mai világban, akár a szerekkel való találkozások kapcsán. És ezen kívül
A hétköznapokban a gyermekjóléti szolgálattal együtt működve próbálunk olyan családoknak segíteni, ahol még tudunk, vagy ahova nem ér el mindenkinek a keze, a segítsége. És mindehhez mi kell, mindehhez ti kelletek, illetve azok a szervezetek, akik támogatnak bennünket, helyi vállalkozások. És igazából mondta Gabi, hogy mondjak arról is egy pár szót, hogy gondolkozunk, vagy van egy nagyobb álmunk is. Ezt elmondom, és aztán itt nyilván ti is tudtok még tovább gondolkozni. Nagyon jó lenne, azt gondoljuk, Pomázra a fiataloknak, az ifjúságnak egy valamilyen fajta tér. Egy klub, egy ifjúsági klub, ahol amit érezhetnek a magukénak. Ezen már gondolkozunk egy ideje, de ezt tervezzük, nem csak a jövő évben gondolkozni, de hosszú távon is. Mindenféle ötletet, meglátást várunk ehhez. És igazából látjátok, hogy mennyi mindenkinek itt van a logója, hogy nagy-nagy hála és köszönet van bennünk, hogy ennyi mindenki segíti a munkánkat. Köszönjük nagyon a Műfáz és Könyvtár dolgozóinak, Darinkának, Ernőnek, köszönjük nagyon Boszinak és Zitának a segítségét a Belkám ajándékok elkészítésében, a Titti tortának, nagyon köszönjük a Bombon Tominak, köszönjük szépen az Igazi Olivának a támogatását, a Pöttyös Bögrének, és remélem, hogy nem felejtek ki senkit, természetesen a Metrodomnak, aki mellénk állt. Azt hiszem, hogy nem felejtettem el senkit, és nagyon-nagyon köszönjük, és így vezetem át Pankának és az Olive Life csapatnak, szóval átadom a szót nekik, és az esti a további részében ők fognak bennünket szórakoztatni. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és érezzétek jól magatokat. Köszönöm. Ilyen pomázi kötődésű, mert a zeneiskolában
Találkoztunk nagyon sok formában, kóruson, színjátszón, aztán jazzzenekari gyakorlaton, és így egy ilyen nagyobb baráti körből így négyen álltunk össze, aztán 2018-ban, ha jól emlékszem, és úgy indítottuk el az Olive Live-ot. És zenei műfajokban nem vagyunk túl válogatósak. Vannak most már egyre több sajátalunk, mint az első szám is volt. És emellett gyakran felbukkannak jazz számok is, mivel ez a jazzes múlt, ez így mindannyiunknál ott van. És a következő dal, amivel folytatjuk, az is egy jazz szám. És ha bárkinek van kedve, akkor egy kis csettintgetéssel beszállhat mellénk. A swing zenében, ami a jazznek egy alműfaja, mindig kettőn és négyen van a hangsúly, és ott fogunk csettinteni. Thank you.